Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a civil szervezetek mindig is nagyon erősek voltak, és a mai napig fontos közösségteremtő erőt jelentenek, fogalmazott Kis András Nyírbogáton, ahol a lakosság számára információs napot tartottak a jövőt érintő civil pályázati lehetőségekről. Azt kell, hogy elmondjam, hogy a miniszterelnökség igyekszik segíteni a civil közösségi szolgáltató központokon keresztül abban, hogy a civil szervezeteknek minél egyszerűbb legyen ezt a nehéz időszakot átvészelni, és ez a fórum is arról fog szólni, hogy minden segítséget számukra megadjunk. Szalai Bobrovnicki Vince azt mondta, idén októberben fogják kiírni a civil szervezetek számára az új pályázatokat, amelyek a 2024-es esztendőre hívhatóak majd le. Ki mindenkit arra bíztatok, hogy induljon el, pályázza meg, és eddig még nem látott összeg lesz a NEA-ban. Ugye idén 11 milliárdot tudtunk szétosztani a jövő évi pénzt, meg 13,8 milliárd, tehát majdnem 3 milliárddal több, ami azért egy nagyon becsületes összeg. Úgyhogy én azt gondolom, csak jókat tudok mondani, amellett, hogy egyébként alapvetően nyilván a költségvetés inkább nehézségekkel küzd, mint sem, de a civil forrásokkal nagy baj nem történt. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a választó körzetében rekordszámú pályázati forrás érkezett a helyi civil szervezetekhez. Több mint 120 nyertes pályázattal dicsekedhet a választókerület civil szférája, és ez 120-150 millió forint értékű támogatást jelent. Tehát 120 nyertes pályázat és 120-150 millió forinti támogatási összeg. Ezzel biztosan állíthatom, hogy ilyen jó lehetőségek a civil szervezetek számára soha nem voltak. Az országgyűlési képviselő hozzátette, nem csak a választókörzetében, de az egész vármegyéről elmondható, hogy soha ennyi támogatás nem érkezett a civil szervezetek számára, mint idén.